Sziasztok! Ez egy újabb unboxing videó lesz, ezúttal egy PlayStation 4-es Knuckle Revolution Pro Controller-t fog kicsomagolni. Ezt a MediaMarktba vettem. 29.999 forintért. Elég jó, be van, jó kis csomagolása van. Ilyen dupla csomag. Ha mindegy, de ne is húzzuk az időt. Nézzük is meg, hogy mi van a dobozban. Na, szóval a dobozból kibontva egy ilyen nyitható kis dobozkát kapunk. Ezt így ki lehet belőle emelni. És itt van a maga a kontroller. Vesszük. Hú, nagyon jó fogása van. Ilyen kis prémium hatású. Addig nekem nagyon tetszik. Hát végül is úgy tudom, hogy ez vezetékes. Vannak rajta plusz gombok, ezek programozhatók PC-vel összekötve. Mi van a dobozban? Egy ilyen kendőféleség, szerintem ebbe kell belerakni. Van hozzá egy ilyen leírás. Meg súlyjak, ahogy érzem. Meg gondolom ebben van a kábele is. Hát ahogy néztem itt a dobozán, az volt írva, hogy 3 méter kábel van hozzá. Van ilyen Advanced mód, Pro Control mód. Hát ezek pontosan nem tudom, mit jelentene. Különböző szögbe döntető a karja, analóg karja 46 fokba. Tehát végül is. Aki jobban érdekel, az itt el is tudja olvasni. Hát valójában, hogy fog működni, azt nem tudom. Már ennek van egy újabb verzió, a Pro Control 2. Hát ez még csak az egyes. Ez itt világít is, ha jól tudom. Ledes világítást kapott. Na jó, hát ez lett volna az unboxing videó. Örülök, hogy megnéztétek, és ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornámra. Sziasztok!